Köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. A hétvégén elkezdődött a Rally Európa bajnokság, méghozzá akár csak tavaly, idén is Ausztriában, a Jenner Rallyval. Freistadt környékén, Felső Ausztriában volt a verseny középpontja, és ez volt az első az idei 12 versenyből. Andreas Aignerrel, egy helyi pilótával kezdtük a beszélgetést. A kérdés úgy hangzik, hogy először is boldog új évet, másodszor is nincs hó, viszont ennek ellenére nehéz lesz a verseny, és ezzel egyetért Aigner. Azt mondja, hogy így nagyon szélesek lesznek az utak, és a tempó is nagyobb lesz. A Jenner Rally önmagában is egy gyors verseny, így azonban, hogy rengeteg a száraz rész az úton, még nagyobb lesz a tempó. Viszont akadnak azért jeges, jéggel borított területek, ahol egyáltalán nincs tapadás, és a legnehezebb ebben, hogy ezeket a részeket nem is lehet igazán jól látni az autóból. Aigner egyébként egy új autóval ismerkedett ezen a versenyen, az NS Subaru-ból átült egy S2000-es Peugeot-ba, és bizony láttuk, hogy az első kilométerek, az első gyorsaságig problémásak voltak. Az osztráknak többször is elmondta a verseny során, hogy talán nem egy ennyire nehéz versenyen kellett volna kipróbálni az új autót, de hát ezzel kezdődött a szezon. Nem volt más lehetőség, nem volt más választás. A Jenner Rallyt egy nagy nevű, korábbi kiváló rally versenyző is meglátogatta, Markus Grönholm, a kétszeres világbajnok, akit itt a pálya bejáráson látunk, Jean-Pierre Nicolával, az ERC egyik vezetőjével. És itt arról beszélgetnek egy korábbi emlékről, azt mondja Grönholm, hogy emlékszem, egyszer a Monte Carlo rallyn elkövettem egy nagyon buta hibát, nem tudtam, hogy milyen gumit válasszak, ez 2003-ban volt, végül egy kemény keverékre szavaztam, ez egyik nagyon nehéz gyorsaságin, ahol egyáltalán nem volt tapadás, és elég csúnyán leestem az útról. 2000-ben és 2002-ben volt Grönholm világbajnok, és többek között itt ezzel a személyautóval a leghosszabb szakaszt, a 25 kilométeres gyorsaságit is bejárta. Több alkalommal is megnézte az utat, az aszfaltot, és például itt mutatja, hogy itt rettenetesen fog csúszni az út ezen a ponton. Akadtak néhányan, akik meg is tapasztalták mindezt. Nézzük akkor, hogy hogyan alakult a Jenner Rally. Három gyorsaságival kezdődött az első kör. Itt látjuk ezt a három gyorsot, és aztán mentek vissza Freistadtba, az első szervízparkra. A verseny kétségkívül legnevesebb résztvevője Robert Kubica volt, aki megnyerte tavaly a WRC 2-es kategóriát a Rally világbajnokságon, és idén is a WRC-ben indul majd, ám egy Citroen helyett már egy Forddal, az M-Sportnál. Erre a versenyre azért jött el, hogy felkészüljön a WRC idényitójára, a Monte Carlo Rallyra. Az M-Sport által felkészített RRC Ford Fiesta-val versenyzett, és új navigátorral, Maciej Stepniakkal. Egyik honfitársa volt az egyik nagyon komoly ellenfél, Kajetan Kajetanovic, aki megnyerte a lengyel bajnokságot tavaly, illetve az ERC lengyelországi fordulóját. Ő egy erőtös Fiestával indult, és az első három gyorsaságit követően vezetett, méghozzá 4,9 másodperces előnnyel Kubica előtt. És egy harmadik kelet-európai versenyző, vagy közép-kelet-európai versenyző dominált itt az első három gyorsaságit követően, illetve ő dominált a lengyelekkel együtt. Václav Pechről van szó, aki az S2000-es minivel indult ezen a versenyen. Ő egyébként cseh bajnok, és kiválóan ment, egy harmadik helyet csípett el az első három gyorsaságit követően. Tehát Kajetanovic, Kubica, Pech volt a sorrend. Baumschlager állt a negyedik helyen, aztán jött Tarabusz. Az első szervízparkot tökéletesen kihasználta arra,
Markus Grönholm, hogyha már itt van, akkor végigjárja a mezőny, találkozott Román Krestával, Robert Konzánival, Beppo Harachal, illetve a Pirelli szakembereivel. Itt megbeszélik azt, hogy volt egy kis rallycrossos élménye is Grönholmnak, ami egy csúnya balesettel végződött, inkább ne is beszéljünk róla. Manfred Stollal is összeakadt, aki ugye most már csapatvezető, illetve Andreas Aignerhez is ellátogatott. Kicsit elfoglalt vagyok még, de nem annyira, mondja Aigner. Aztán, illetve mondja Grönholm, aztán elnézett Robert Kubicához, aki szintén nagy tisztelettel fogadta őt, és megbeszélték, hogy Kubica először megy szöges gumival. Nagyon nehéz volt a mai nap, mondta itt Kubica. Grönholm viszont megnyugtatja, hogy ne izguljon, mert ez a verseny tökéletes felkészülés lesz a Monte Carlo rallira. Na valaki akkor Grönholm ezt pontosan tudja, jó párszor indult a Montén. A következő kör ugyanaz a három gyorsaságit jelentette, mint az első három, tehát megint egy hármas kör teljesítettek. Robert Kubicával kezdjük, aki őrizte a második helyet Kajetan Kajetanovicsal szemben, aztán viszont a negyedik gyorsasági hetedik kilométerénél egy jobb első defektet kapott, ami miatt visszacsúszott a negyedik helyre, 11,6 másodpercet kapott. Végül itt látjuk, hogy a közúti szakaszon kellett gumit cserélniük. Kajetanovic az ötödik szakaszt követően visszacsúszott a második helyre, de csak 2,4 másodperc volt a hátránya, és Kajto nagyon odapakolt, ugyanis szerette volna visszaszerezni a vezetést. Ez lett a vége. Lehet látni a fedélzeti kamerás képen, hogy már előre kiabál Kajetanovic, nem véletlenül, ugyanis beragadt a gázpedál ebben az elég tempós jobbos kanyarban, ezért túlságosan nagy volt a sebesség, elúszott az autó hátulja, amit csúnyán oda is vert a lengyel. Szerencsére a páros nem sérült meg, az autót viszont nem lehetett megjavítani, úgyhogy egy lehetséges győzelemtől elesett Kajetanovic. Raimund Baumschlager, aki 11 bajnoki címet szerzett már Ausztriában, nagyon jól választott gumit itt az elején, ő a Pirelli vadonatúj abroncsait tesztelte ezen a hétvégén, egy 54 éves veteránról van szó, Skoda Fabiával ment, és Baumschlager megszerezte a vezetést a hatodik gyorsasági után. Nagyon jó választás volt, hogy szögek nélküli gumival jöttem ki. Én voltam az egyetlen az élbolyból, aki erre szavazott. És a negyedik szakaszon elért teljesítményünkből már látszott, hogy ez volt a jó döntés. Markus Grönholmnak is tetszett egyébként a rutinos osztrák teljesítménye. Nagyon komoly dolog ez, hogy valaki ennyi idősen ilyen versenyképes. Persze jól ismeri az utakat, ez nem lehet kérdés, de az autót azért vezetni kell, és magabiztosan kell menni ilyen körülmények között, úgyhogy megemelem előtte a kalapom. Hogy én hány éves vagyok? 45, úgyhogy még van legalább 10 évem addig. Az utolsó két gyorsaságit már sötétben rendezték, és Beppo Harach az ötödik helyért volt nagy harcban az Evo 9-es Mitsubishi Lancerrel. Végül az ötödik helyen zárta az első napot, és vezetett az N csoportban. Jan Tarabus volt a nagy ellenfele, aki egy S2000-es Skoda Fabiát vezetett. Tarabus végül 11 másodperces előnnyel végzett előtte az első nap végén. Itt látjuk Baumschlagert, ő neki a generátorhoz csatlakozó vezetékekkel voltak problémái, ezért visszacsúszott a harmadik helyre. Az utolsó gyorsasági előtt pedig még Václav Pech vezetett 2,9 másodperccel. Az utolsó gyorsaságin azonban megtörtént a váltás. Azon a gyorsan ugyanis Robert Kubica 8,3 másodpercet adott a cseh ellenfélnek,
és ezzel megszerezte a vezetést. Az első napot tehát Kubica zárta az élen. A magyarok közül az ifja Verdi Tibor Zsíros Gábor kettős nagyon jól állt ekkor a Subaru Imprezával, 12-ek voltak, az N csoportban pedig 4-ek. Az N csoportban a 8. helyen állt ekkor a Lukács Kornél Mesterházi Márk 2-ös, az Evo 9-es Mitsubishivel, a két kerékhajtásúak mezőnyében pedig 7-ek voltak Klaus Kristóf és Kecskeméti Balázs a Renault Clio-val. Hadik Andrásék sajnos ekkor váltó hiba miatt már nem voltak versenyben, és Besenyei Zoltán, valamint Nyírfás Juli szintén műszaki hiba miatt kiesett a két kerékhajtásúak kategóriájában, ugye ők a címvédők. Ők azonban egy fél tengely cserét követően másnap tudták folytatni a versenyt. Hadikiek számára sajnos az első nap véget ért a Jenner Rally. Itt a végén még, mármint a nap végén Kubica és Grönholm beszélgetett arról, hogy a következő nap nagyon nehéz lesz, különösen a hosszú gyorsasági, valószínűleg az dönt majd a versenyről, mondta itt Grönholm. Viszont ha száraz lesz, az nem okoz majd komoly gondot Kubicának, mennie kell, Grönholm pedig nagyon udvarias, és el is engedi, hogy menjen a dolgára. Az első nap végén tehát Robert Kubica vezette az idén nyitót, a Jenner Rallyt, itt a Rally Európa bajnokságon. Viszont ott voltak az ellenfelek a nyakán, különösen Václav Pech, aki az S2000-es minivel komoly, veszélyes ellenfél lehetett. Jön egy szünet, aztán megmutatjuk, mi történt a második napon. Az első napot követően vasárnap reggel Grönholm végigjárta ismét a szervízparkot, beszélgetett ezzel-azzal, előkerültek szép emlékek, kiosztott jó pár aláírást, és aztán az Eurosportnak beszélt arról, hogy zajlik az élete. Jó pár évvel azt követően, hogy visszavonult, ugye 2007-ben akasztotta szögre a bukót. Én nagyon nyugodt vagyok, mondta Grönholm, viszont a versenyzők nem hiszem, hiszen elég durva körülmények között kell menniük, egyébként nagyon tetszik a verseny. Annak ellenére, hogy 2007-ben visszavonult, egy-két versenyen azért elindult, többek között a rallival is megpróbálkozott, emellett pedig elég sűrű időbeosztással rendelkezik. Néha még én sem tudom az összes feladatot, amit meg kell csinálnom. Picit azért még a motorsporttal is foglalkozom, egy-egy versenyen ott vagyok, a rallycrosszal is próbálkoztam, de mostanában már inkább az üzlet köti le az időm jelentős részét. Van egy bevásárló központunk, amit 2007-ben építettünk, és azóta ezt futtatjuk, vagy ezt működtetjük. Rengeteg dolog van vele. Örülök egyébként, hogy már nem versenyzem. Néha elmegyek tesztelni, szeretek autóba ülni, szponzorokat autóztatni, de abban már nem érzek magamban, vagy arra már nem érzek magamban elég motivációt, hogy a másodpercekért harcoljak. És szerencsére nem is kell tennem. Következzen akkor a második nap összefoglalója. Három viszonylag rövid gyorsaságival kezdődött a szakasz, illetve a nap, ez volt az első kör. Ezt aztán még egyszer teljesítették, és ezt követően a már emlegetett 25 kilométeres hosszú gyorsaságival zárult a verseny, amit kétszer teljesített a társaság. Grönholm még ismét kint voltak helyszínen. Milyen gumit kell ide választani, kérdezi Nikola úr. Valami lágy keverék lesz, jó? Szögek vagy szögek nélkül? Szerintem szögek nélkül. Ha jól láttam, már csak kevés jeges rész van az úton. Megint András Aignerrel kezdjük, aki láthatóan kicserélte a hátsó szélvédőt, amit valamikor elhagyott még az első napon az esés-kelés közben. A top 5-be szeretett volna bekerülni, miközben szorgalmasan tanulta az S2000-es autót. Ez Aigner lesz, mondja Grönholm. Ujjajjaj, nagyon későn fékezett. Nagyon-nagyon későn volt. Határon volt, és elég szélesen fordult, és nagyon későn fékezett, tette még hozzá Nikola. Az első három gyorsaságit követően Václav Pech vette át a vezetést. Őt látjuk itt a miniben.
Kubica mögött 4,7 másodperc volt a hátránya, Kubicával azonban gondok támadtak, mindjárt látjuk, hogy mi. Előtte viszont megmutatjuk még Bepoharachot, aki Tarabusszal volt nagy harcban a negyedik helyért. Azért azt gyorsan hozzátenném, hogy Harach egy N-es autóval megy, Tarabusz pedig egy S2000-essel. Úgyhogy ezért ez mutatja, hogy a két versenyző között itt Ausztriában milyen különbség volt. Nyilván Harach, aki osztrák, sokkal jobban ismeri a környéket, és még az N-es autóval is tudta tartani a lépést Tarabusszal. Itt van a Kubicáék, és nem véletlenül mutattuk a rajtjukat, ugyanis itt hibázott egy picit a lengyel. Még tanulja ezt az autót, egy másodperccel korábban rajtolt el. Állítólag egyébként egy kamera zavarta a kilátásban. Egy a lényeg, hogy egy 10 másodperces büntetést kapott a korai rajtért. Grönholmék nézik a lengyelt, és azt mondta Grönholm, hogy nagyon jó volt a kigyorsítása. Itt pedig egy kanyar. Egy dolgot láttál? Nem használta a kéziféket, csak simán befordult. Mindent kiszúr Grönholm. Szóval Kubica a 12. gyorsaságin 1,7 másodperccel lassabb volt, mint Pech, ráadásul megkapta a 10 másodperces büntetést, és ahogy említettem, ezzel elveszítette a vezetést. Ezt követően aztán ráadásul még le is csúszott egy jobbosban az útról. Igen, nincs nagy baj szerencsére. Az egyik póznát ugyan eltalálta, de ezek könnyen törnek, úgyhogy nem okozott nagy kárt az autóban. A 13. gyorsaságit követően Václav Pech valamivel több mint 10 másodperces előnnyel vezetett. Kubica volt a második, és Baumschlager pedig a harmadik. Korábban egyébként Baumschlager is kapott egy 10 másodperces büntetést, ugyanúgy korai rajtért, mint Kubica. Ahogy említettem, a 14., 15., 16. gyorsasági ugyanaz a három viszonylag rövid szakasz volt, mint amit az első körben teljesítettek, és ezt követően jött a 25 kilométeres hosszabb gyors. Nézzük először, hogy a második kör hogyan alakult. Az egyértelmű, hogy jelentősen változtak az időjárási körülmények, napelei napsütést ugyanis köd, sőt később eső váltotta fel. Egy 8 kilométeres, egy 12,5 kilométeres és egy közel 8 kilométeres gyors várt a versenyzőkre. 11 óra 38 perckor kezdődött a második kör. Itt még azért a helikopter képén azt látjuk, hogy az elején, a kör elején viszonylag jó időben mehettek. Utána jött meg a köd és az eső. Harach a 14. gyorsaságin megelőzte Tarabuszt, és feljött a negyedik helyre. Utána viszont eltalált egy fát. Íme. És ugyan szerencsére az autó nem sérült meg komolyabban, viszont ezt követően elveszítette a negyedik helyet. Tarabusz visszaelőzte. Itt a cseh fiú a Skodával. A második kör végén már több mint egy perc volt az előnye, majdnem másfél perc Baumschlagerrel szemben, tehát egyértelmű volt, hogy a másik Skodást nem érheti utol, csak ha történik valami Baumschlagerrel. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy ha minden a várakozások szerint alakul, akkor Pech, Kubica és Baumschlager harcolhat majd a dobogós helyekért. Azért egy ilyen versenyen, egy ilyen rally versenyen, ilyen körülmények között viszonylag nehéz arról beszélni, hogyha minden a vártak szerint alakul, hiszen rengeteg váratlan dolog történhet. Például az, hogy leszállt a köd, ami rettenetesen megnehezítette a versenyzők dolgát. Az volt a szerencséjük egyébként, hogy valamivel melegebb volt talán második nap, mint az első során, és kevesebb volt a jeges folt az úton. Egy második időt ment a 14. gyorsaságin Václav Pech, ezt követően tovább növelte a tempót,
ami miatt elkezdtek jönni a hibák. Viszont annyit gyorsult a cseh, hogy ennek ellenére is két gyorsaságit is megnyert. 15-en, illetve 16-on is ő volt a leggyorsabb. Így aztán a két hosszú szakasz előtt már 14 másodperc közeli volt az előnye Ubicával szemben. Ubicának nem ízlett a köd. A 15. gyorsaságin még csak keresgette a tapadást az úton. Utána viszont ő is elkezdte növelni a tempót. 16. gyorsaságin második lett. És ez a 13, majdnem 14 másodperc hátrány egyáltalán nem volt ledolgozhatatlan, főleg úgy, hogy még hátra volt 225 kilométeres szakasz. Hozzá kell tenni, hogy abból az egyiket nappal, a másodikat viszont már sötétben rendezték. Láttuk, hogy Kubica is gyűjtött egy táblát. Itt van az a híres fekete aszfalt, mondja Grönholm, de ez a rész rendben lesz. Egy a pálya bejárás. Nem lesz könnyű dolguk, itt mondja Nikola. Talán ez a szakasz, sőt valószínűleg ez a szakasz dönt majd a győzelemről. Grönholm még bejárták tehát a 25 kilométeres gyorsaságit, amit mondom még egyszer, kétszer teljesített a mezőny. Egyszer még világosban, egyszer pedig már sötétben. Pech, Kubica, Baumschlager volt a sorrend. Ekkor Baumschlagernek már több mint egy perc hátránya volt, úgyhogy Pech és Kubica között dőlhetett el a verseny. Kettő gyorsasági maradt tehát hátra a Jenner Rallyból. Václav Pech a minivel 14 másodperces előnnyel vezetett Robert Kubica előtt, aki ezúttal már a Ford Fiesta-val ment. Csökkent a hőmérséklet, és az eső is megjött. Mi most az utolsó gyorsaságit mutatjuk majd meg, amit már sötétben teljesítettek. Az első szakasz után, a Bazzelli szakasz után volt még egy szervízpark, és utána kellett még egyszer teljesíteni ezt a gyorsaságit. Kubica nyerte egyébként a Bazzelli első neki rugaszkodást, viszont mindössze 2 másodpercet tudott ledolgozni a hátrányából Pechel szemben, tehát majdnem 12 másodperces előnnyel vághatott neki az utolsó szakasznak a minis cseh. Előtte viszont nézzük például Tara Bust, aki nagy harcban volt Harákkal, és végül ezt a nagy harcot elbukta. Az utolsó gyorsaságin ugyanis Harák az Ennes Mitsubishivel bejött elé, megszerezte a 4. helyet, és megnyerte az N csoportot. Ahogy azt már korábban mondtam, Baumschlager hátránya igen komoly volt, az utolsó gyorsasági előtt megközelítette a 1,5 percet, így ő csak a biztonságra törekedett, maga biztosan hozta a 3. helyet a Skodával. Leginkább viszont az érdekelt mindenkit, hogy mi lesz Kubica és Pech között. Pech az eső és a saras aszfalt ellenére normál ERC gumival ment ki, szögek nélkül, egy mintás gumi, de nem túlságosan mély mintákkal, erre szavazott a minis. És a befutó után rögtön meg is kérdezték, hogy milyenek a megérzései. Eleget mente, elég jó időt mente, hogy megnyerje a versenyt. Azt mondta, nem tudja, de 2 perc múlva kiderül, mert hogy 2 perccel később érkezett Robert Kubica. Aki viszont úgy döntött, hogy szöges gumikat tesz föl előre, illetve normál téli gumikat hátra, amit aztán még a szakasz előtt megcserélt úgy ösztönből. Eltalált egy póznát, emiatt az egyik kiegészítő reflektor megfordult, és több alkalommal is a szemébe világított, de Kubica nem lassított így sem. Végül aztán sikerült lekapcsolni, de amíg kereste a kormányon a gombot, amivel le tudja kapcsolni a világítást, félrehallott egy utasítást a navigátorától, ennek az eredménye volt ez a hiba. A nagy kérdés tehát az volt, hogy elég jó időt mente Kubica, nos végül nem, hogy kicsit, hanem nagyon is elég jó időt, ugyanis több mint 0,5 percet adott Pechnek, 31 másodpercet, és így
20 másodperces előnnyel megnyerte a Jenner rallit és megszerezte élete első nemzetközi rallis győzelmét. Azt mondta, hogy nagyon boldog, semmiféle tapasztalata nem volt ilyen útviszonyokról, úgyhogy a gumiválasztásnál is csak az ösztöneit követte, és kiderült, hogy ha hallgat az ösztöneire, akkor jó választást tudja meghozni. Itt közben még Maciej Szczepniak, a navigátora, többek között Grönholmmal beszélte meg, hogy akkor mennyi is a különbség, 30 vagy inkább 50, maradjunk a 30-nál, 31,7 másodpercet kapott Pech Kubicától. Két szöges gumit raktam előre, de aztán a szakasz előtt még a közúti részen megcseréltem őket, mondta itt Kubica. Ő nyerte tehát a Jenner Rallyt Pech és Baumschlager előtt. A magyarok közül Lukács Kornélék célba értek, és az N csoportban ötödikek lettek, Klaus Kristófék hatodikként zártak a két kerékhajtású a géposztályában a Renault Clio-val. Bézéjék végül a második napon elért teljesítményüknek köszönhetően 6 pontot gyűjtöttek a kétkerekes kategóriában, a kétkerékhajtású kategóriában. Hadikék már az első nap kiestek, sajnos érdi Tibiék pedig hiába álltak nagyon jól az első nap végén, ugye 12-ek voltak az abszolútban, műszaki hiba miatt ők sem tudták befejezni a Jenner Rallyt. A Colin McRae Trophyt az osztrák versenyen Kubica nyerte, Grönholmtól kapta meg a díjat. Ez volt tehát az idén nyitó Rally Európa bajnokságon. Nagyon sokat nem kell várni a következő versenyre sem, mert hogy nem sokára Lettországba utazik a mezőny. Január 31-e és február 2-a között rendezik a lettországi viadalt, amiről természetesen ugyanúgy beszámolunk majd itt az Eurosporton, mint a Rally Európa bajnokság összes hétvégéjéről. Úgyhogy tartsanak akkor is velünk. Most arra köszönöm a figyelmet. Lantos Andrást hallották. Viszont hallásra!